Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. A három fontos kérdés. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni irányodba. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Kisüt a nap. Láthatóvá tesz valamit. Vannak nála okos gondolatok, döntések. Tisztázni szeretne veled valamit. Azon kívül megvan a magabiztos kisugárzása, és látni akar téged. Itt a kelyheknél az ő érzelmeiről van szó. Vannak mély érzelmek, de nem mutatja ki, más dolgokról fog beszélni veled. Az érzelmeit itt is látjuk bal oldalon. A kezébe veszi ezt az arany érmét, és odafigyel rá. Rendezi az anyagi dolgokat? Vagy lesznek tervek a munkát, a hivatást illetően? Vagy odafigyel arra, hogy ki értékeli őt? Ez az arany érem, ez szimbolizálja a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó, ami azt jelenti, hogy meg akarja valósítani a terveit, de nem sieti el a dolgokat. Itt a kezébe veszi újra az arany érmét, tisztában van a saját értékeivel. De ez az érem jöhet kívülről is, hogy valaki átnyújtja számára, és lesz egy jó munkahelyi ajánlat. De ami a pénzt illeti, vagy a munkahelyi kapcsolatokat illeti, valaki ellop tőle valamit. Ez lehet a pénz, de lehet az is, hogy valaki rabolja az idejét, rabolja az energiáját. Mit fog tenni? Azt itt látjuk. Döntéseket hoz, de nem sieti el a dolgokat, mert először figyelgeti az eseményeket. Itt azért lesz könnyűség, vannak ötletek, meg van vidámság is, de még olyan bizonytalan. Lesznek ennek ellenére változások, hiszen ez az angyal mutatja azt, hogy történik valami, egy új kezdet, egy megújulás, mint egy újjászületés. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a lilium virág utal tiszta gondolatokra, tiszta érzelmekre. Ez a férfi szeretne tisztázni veled valamit, hasonlóan, mint a nap. A kereszt az kihat a hitre. Megvan a hite, hogy minden jóra fordul, hogy tisztázódnak a dolgok. A kereszt jelent fontos döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt a hegy jelenthet hegyvidéket is. Hogy ez ad erőt számára, például egy kiruccanás. De a hegy jelenti a korlátozásokat, és valaki korlátozza őt, anyagilag vagy a munkahelyén. Itt odafigyel a lehetőségekre, és él ezekkel a lehetőségekkel.
Itt ez a kép utalhat a természetre, de jelenti a nyilvánosságot is. Az, hogy valaki ellopott tőle valamit, az kiderül a nyilvánosságon. Itt megvan a könnyűség, vannak ötletek, és a kígyó az jelenthet mellékutakat, változásokat, de gyakran utal egy nőre is. Lehet, hogy valaki van az ő környezetében, vagy a te környezetében, vagy a te környezetedben, aki figyelget benneteket, és tudni akarja, hogy mi lesz itt a következő lépés. Lehet, hogy akadályok lesznek emiatt. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy tényleg lesz egy megújulás, mint egy újjászületés, minden jóra fordul. A hajó jelenthet egy utazást is, vagy külföldi kapcsolatokat. Ő keresi a beszélgetést veled, és itt is látható, hogy lesz kommunikáció kettőtök között, sőt, érezhető a vidámság, a könnyűség, a csevegés. Az ő jelenlegi helyzete, itt a torony jelenthet egy szűkös helyzetet, amikor még benne van ebben a toronyban. Ez úgy hat ki rá, mint egy labirintus, és keres egy kiutat, keres egy megoldást. Itt is látható, hogy lesz egy új irány. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. És a te jelenlegi helyzeted? Itt a csillagok szerencsét hoznak, itt a remény lesz egy szerencsés fordulat, vannak ötletek, beszéltek egymással, de azért figyelembe kell venni a kígyót, ami gyakran egy hölgyre utal, miért ilyen kíváncsi ez a nő, mit akar tudni. És ez volt az általános jóslás, persze megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!